Mint kiderült, optimistának minősültek azok a kijelentések, amelyek a szabadkai regionális hulladéklerakó kiépítésének határidejére vonatkoztak. A létesítmény nem készül el idén januárra, mint ahogy azt 2015. novemberében hallottuk, amikor a munkálatok helyszínén járt Szezsána Bogoszávics Boskovics, most már volt mezőgazdasági miniszter, és Mike Davenport az EU szerbiai misszió vezetője. A hulladék lerakó vállalat igazgatónője a késést adminisztrációs okokkal, szabványminősítési eltérésekkel, valamint a 2014 végén történt építési törvény módosításával magyarázza. A felügyelő szerv becslése szerint valamikor 2017 áprilisában, májusában fognak befejeződni a kivitelezői munkálatok, és ezt követően tudjuk biztosítani a szükséges engedélyeket, mert kellenek a próbaüzemhez. Ez körülbelül 2-3 hónapot vesz igénybe, és azután, tehát valamikor az év második felében tudjuk elkezdeni üzemeltetni a rendszerünket. A Szabadkát, Zentát, Magyar Kanizsát, Török Kanizsát, Csókát, Topolyát és Kishegyest kiszolgáló és a Békova meg Orom közötti út mentén épülő regionális hulladéklerakó értéke 24 millió euró, ebből 20 millió eurót az EU biztosít. Ez lesz a 9. regionális hulladéklerakó abból a 26-ból, amelyeket 2019 végéig kell megépíteni Szerbiában.